Hello, szia, szevasztok, Zoli vagyok, és itt vagyok Karcagon, a karcagi erdőbe, és éppen megyek felfele a karcagi lombkróna sétányra. Ezt a sétányt 2017-ben adták át, és 234 méter hosszú, és a legmagasabb pontja 6 méter. Nagyon kellemes környezetben van, az erdő közepén, és itt nem kell meglepődni, mert itt vannak fák is, és hát szó szerint a fák lombkoronájánál helyezkedik el ez a sétány, és van kettő csúszda is, amin elvileg le lehet csúszni. Azt, hogy ez gyerekeknek vagy felnőtteknek készült, azt nem tudom, de eléggé szimpatikus kis sétány ez itt Magyarországon, hiszen erdő veszik körül, fák veszik körül. Elég korán van még, jó párás a levegő, és vannak szúnyogok is sajnos, mint az erdőkben általában. Amíg hiába befújtam magam a szúnyogriasztóval, úgy érzem, hogy azért támadnak rendesen. Végig megyünk gyorsan a sétányon. Találhatóak itt a sétány mindenféle pontján különböző interaktív bemutatók, játékok, amelyek bemutatják az élővilágot és a tájat, illetve hát ezek ilyen játékok, tehát ki lehet őket forgatni, pörgetni, úgyhogy kellemes a kilátás az erdőre, tehát különböző érdekességek vannak, illetve játékok, amivel esetleg lehet játszani. Tájtörténet, tehát itt, ahogy mutatom, ki lehet forgatni különböző ábrákat. Most nem teszem meg, bár nem lenne nehéz, de ezt majd a gyerekekre bízom, illetve a érdeklődő felnőttekre. Tehát 234 méter hosszú, és legmagasabb pontja az 6 méter, és úgy érzem, most a legmagasabb pontján voltam, vagyok. Szép, kellemes idő van. Tegnap ugye volt egy kis eső, ezáltal lehet előbújtak a szúnyogok is, de reggel eljöttem, és gondoltam, csinálok egy ilyen felvételt, ami bemutatja ezt a lombkróna sétányt, illetve a őt körülvevő erdőt, úgyhogy mindenki csodálja meg. Csend, nyugalom az erdő közepén, Karcagon. És íme az interaktív játékok. És íme itt a vége, vagy ahonnan kezdjük, lehet az eleje is. Tehát lehet ez kiárat, bejárat is. Szerintem magával ragadó balkészfelek kis pihenőhely, szaunasütő. Nagyon jól eltalálták ezt a sétányt. És akkor a végére is értünk a 234 méternek. Mindenkinek további szép napot. Sziasztok!